Újabb szárazföldi hadműveletet kezdett a gázai övezet északi részén az izraeli hadsereg, mert információik szerint visszatértek oda a Hamász terrorszervezet még megmaradt egységei. A légierő a szárazföldi csapatok bevonulása előtt mintegy 30 célpontot támadott a Jabalia menekült táborban és a terület más részein. A gázai palesztinoknak szervezett kuvaiti adománygyűjtő konferenciára videón bejelentkező ENSZ főtitkár ismét azonnali tűzszünetre, az összes túsz szabadon bocsátására és a humanitárius segélyek növelésére szólított fel. Hosszú út lesz helyrejönni a háború pusztításaiból és traumáiból. A gázaiaknak még erősebb és mélyebb partnerségekre lesz szükségük, hogy talpra tudjanak állni és újjáépíthessék az életüket, mondta António Guterres. Rafahból közben folyamatosan menekülnek a palesztinok, eddig már 300 ezer ember hagyta el az izraeli ostrom előtt álló várost. Palesztin források szerint az izraeli hadműveletekben már több mint 35 ezer palesztin vesztette életét a gázai övezetben. Izrael azt állítja, hogy legalább 13 ezer terroristával végzett.